Sziasztok! Zozóka vagyok. Jelentkezek egy új résszel, és hát sajnos van egy rossz hírem. Mégpedig, hogy lemaradtatok a költözésről. És ennek elég egyszerű oka volt, hogy megint rózsaszínbe vett föl nekem itt ez a rendszer, és még jól kipróbáltam most megint, mert megint rózsaszínbe vett föl. Nem tudom, hogy ezt miért csinálja. Én valószínűleg tartom, hogy ez a hülye HDMI splitter miatt csinálja, mert ugye ezen megy most a felvevőbe, illetve a tévébe. Na, tehát sajnos lemaradtatok erről a eseményről. És akkor most gyorsan megmutatom nektek azt, hogy ez hogy is néz ki. Például, hogy ott van a mesterlövésztorony, ugye az ott lesz. Vagyis hát francse tudja, lehet, hogy maga ez az egész emelvény a mesterlövésztorony, mert ott áll egy őrszem, ugye. Illetve a rádiós hölgyünk, a Lili, az pedig ott van. Vagyis most pont nincs ott. És miért nincs ott? Nem látok hordákat pedig. Nem tudom, eltűnt, lehet, hogy elment WC-re. És én szerintem nem volt értelme ide költözni. Mégpedig ugye megmutatom nektek. Mindegyik bázisnak van egy fő termelési vonala, hogy úgy mondjam. Mégpedig ugye a másik, az előző helyen, ami ugye ott volt a városban, és hát ott inkább a város szélén is egy ilyen nagy, ilyen szállítmányozási központ lehetett, vagy cég, és ott például alapból kaptam mit is? Workshopot. És annak a bázisnak akkor az a fő profilja. Ennek pedig teljesen más. Itt, ha jól tudom, valami ilyesmit kaptam. Valami ilyesmiket. Tehát, hogy ez valami kajára megy rá. És hát én szerintem az a már... Tehát amiatt felesleges volt átjönni ide. Mert most el tudtam volna ide kocsikázni, szépen átnézni az épületeket, amiket ugye itt nem néztem át. Ezért felesleges volt átjönni. Hát illetve persze egy parkolóhelyel több van. Illetve talán épületekben is. Pillanat. Mert ugye 8-at számoltam össze a kötelezőkön kívül. Ami még pedig ugye a milyen torony és a rádiószoba. És akkor nézzük. Tehát ugye 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Ugyanaz. Pontképpen parkolóhelyel kaptam többet. Tehát emiatt felesleges, és most ugye megint kezdhetem a upgrade-et elintézni. Tehát én szerintem, ha találtok egy jó bázis helyet, ami én szerintem, és ami elég nagy, mert ugye aki játszik a játékkal, az ugye tudja, hogy itt kezdünk. És ez annyira nem nagy például, ez a helyszín. Amit én eddig találtam ugye, ami nagy bázis, az ez. Illetve ugye ez. Ahol tényleg ugye elég sok helyünk van. Tehát ott azt hiszem ki is van írva, hogy 10 ember kell és 50 ilyen építkezési anyag. Ott hol is van? Itt van. Itt pedig csak azt mondja, hogy 20 építkezési anyag. De hát ez kisebb is mindenféleképpen. Nem sokkal, de kisebb. Illetve még, ha jól emlékszem, akkor itt volt. Bocsánat, hogy ez most erről fog szólni. Lesz majd akciózás is. Ugye itt pedig ez egy kicsit még nagyobb, mint az a másik hely. Mert itt lehet látni, hogy 5 ember és... De szerintem ez a két legnagyobb, amit én eddig találtam. És hogyha valamelyikben már ide átköltözök, akkor szerintem teljesen felesleges átmenni a másikba. Mégpedig tényleg azért, mert megint újra előről kezded a fejlesztéseket. És az ugye meg nyersanyag.
És tehát nem hoz, nem az a lényeg, hogy nem hoztok át semmit. Amikor ide átjöttök, és ezért lett volna jó, hogyha ezt látjátok, akkor bizonyos épületeket megkaptok alapból, de ugye megint akkor húzod föl azokat az épületeket, amik kellenek. Na most én ugye ezeket választottam ki, hogy legyenek. Ezt azt hiszem talán nem is tudom törölni, így van. Tehát ezt alapból ugye kaptam. Ez sajnos én nem tudom megváltoztatni sehogy. Mert nem enged, tehát nincs az az ikon. És amit még akartam mutatni, ami nagyon, nagyon fontos, ugye a workshop. Az szerintem mindenféleképpen kell. Ez sajnos nem lőszer, hanem ugye hangtompító. Ez ilyen tűzi játék, ilyen kézi tűzi játék, ugye ez pedig ilyen molotov koktél. És ezt talán nem láttátok, hogyha upgrade-elni akarjátok nem is tudom, minek hívjam. Hát ilyen valami összeszerelő műhely talán, ugye. Akkor ugye upgrade-elhetitek, hogy tudjátok az autókat, illetve valamilyen konstrukciós akármiket ír, hogy ugye javítani. Illetve, és ez a leges legnagyobb baj, hogy fölcsillant most a szemem, hogy muníciót tudtok készíteni. Igen, nem, de ott nekem az gyanús volt, hogy alul írja, hogy ez a workshop akkor fókuszál a gyártásra, hogy robbanóanyagok és ilyen gyújtó, tehát ugye molotov koktélokra gondol. És innentől kezdve meg nem érdekel, mert nem lőszert gyárt nekem. Tehát valószínűleg, hogy megint a kocsik javítására fogok rámenni. Mert tehát előbb-utóbb sajnos elhasználódnak a kocsik, ugye rongálódnak, és az elég fontos, hogy azt javítsa őket. Mint ahogy látjátok, ez az, gyere ide a papához. Jól van, te meg harapjál belém, mi? Igen? Jó van, te rohadj meg. Jobban rohadj meg. Miket mondok itt? Nem zombikra, hogy rohadj meg. És látjátok, hiába állok itt a parkolónál, nem fog javítja a kocsit, ameddig azt meg nem szerzem. Tehát levonom a következtetést, hogyha valamelyik ilyen nagy helyre már be tudtok jönni, és megvan a táborotok, az új bázisotok, az ilyen nagy helyen, akkor ne menjetek máshova. Felesleges, teljesen felesleges, mert megint húzhatok föl egy ilyen nagy bázist. Ja igen, és még amit akartam mutatni, azt még elintézem azt a zombit, az, vagyis mutatni akartam az a felvétellel kapcsolatban, ami sajnos ugye lemaradt, mégpedig, hogy elkezdtem kísérni 5 embert, képzeljétek el, hogy 5 ember elkezdett futni, valahova, de szinte egy vonalba, tehát ilyen libasorba. És elkezdtem őket gyorsan követni. Ugye vettem is föl az anyagot. És hát sajnos, ugye azt nem láttátok. És képzeljétek el, hogy borzalmasan sokat gyalogoltak. Tehát gyorsan megmutatom nektek. Ugye itt volt a bázis, innen elgyalogoltak. Valahova ide, azt hiszem ide, és oda bementek az épületbe, de mind az 5-en, és akkor ott álltak. Tehát valamit akart a program, gondolom, csinálni ugye ezekkel a mesterséges intelligenciával, ugye, non-player karakterekkel, és csak ott utána megálltak. Gondolom elmentek valahova fölkutatni valamit, de aztán ugye abba maradt. Nos, és akkor egy kicsit akkor kutatok én is. Mert sajnos akkor azt a bázist akkor megint előről újra föl kell upgrade-elni. És valószínűleg tartom, hogy hiába megyek vissza. Ó, de viszont itt jó cuccok vannak. Legalábbis lőszer az mindig kell, hátizsákot nem veszek, mert annyi van. Pláne ilyen kis hátizsákból, hogy már sok, tehát nagyon sok van. Ez az. Gyere, birkozzuk le. Így. Szóval eszembe jutott, mert néztem vissza az egyik videómat, és akkor mondtam, hogy rohadj meg, hát egy zombi már hova rohadjon meg. Ah, csak olyan vicces volt. Nos.
Mit is akartam még mondani? Na mindegy, úgyis eszembe jut. Tehát most kénytelen vagyok megint akkor upgrade-elni a újra felhúzott épületeket, illetve amit akartam mondani, hogyha már nagyon-nagyon-nagyon a végén vagyok a játéknak. Ó, pisztoly, a pisztoly ez mindig jól jön, tehát fegyver. Na gyere. Úristen, ez jó sok minden van ebben a házban. Mármint, hogy ugye átkutatni való. Hogy azt talán még nem láttátok tőlem, de lehet, hogy... Nem, azt hiszem nem. Ez micsodi? Food. Nem. És már mehetek is vissza. Minden... Hoppá, ne. Itt már bejött az ablakon. Ez az. Te büdös. Hogy? Tehát, hogyha már itt vagyok, akkor már átkutatom a házat. Mert a élelemért nem fogok... Habár... Mindjárt megnézem, hogy miből van nekem sok. Pillanat. Ja, azt már ott írja is, már bal szélen. Tehát, amiből nagyon jól állok, az az üzemanyag. Azt szerintem holziher, hogy rohadtul nem fog kelleni. Illetve dehogy is nem, tehát buta vagyok, mert azért fog kelleni. Például, hogyha föl... tudom upgrade-elni majd az épületeket, és most hirtelen nem tudom, hogy melyiknél fogja felajánlani még pluszba, hogy tudok csinálni ilyen gyújtóbombákat, molotov koktélokat, akkor viszont jól jön az üzemanyag a központi raktárból. Viszont kajából nem állunk jól, illetve lőszerből sem állunk jól. Hát a... Na. Igen. De akkor viszem, akkor viszont lehet, hogy egyet magamra veszek, és úgyis vissza kell menni. Na. Túl sok tárgy van, amit nem akar be, hogy nem akar, na végre. Tehát, mit is akartam mondani? Jaj. Arról beszéltem már, hogy majd azt is meg akarom nektek mutatni, amikor át lehet menni a lakókocsival, elmenekülni tulajdonképpen a városból, és akkor valamelyik ilyen vidéki kis bázisra betelepülsz. Szerintem azt majd a játék végén fogom megmutatni, amikor már azt mondom, hogy olyan helyzetbe fogok kerülni, hogy amúgy is lehet, hogy el kell hagyni ezt a bázist. Mert szerintem előbb-utóbb, ha nem tudok megfelelő mennyiségű védelmet biztosítani a bázis... Jó! Te szemét! Nem taxi vagyok, basszus, hogy itt várjatok. És topposok. És akkor azt majd megmutatom, mert... Tehát, talán tényleg előbb-utóbb eljön az az idő, hogy nem tudom megvédeni a bázist. És akkor még az egy lehetőség lesz, hogy elmenekülünk a lakókocsival. Csak hát ugye a lakókocsiba nem lehet az összes embert elvinni. És érdekes, hogy még mindig írja ezt a... Chosen to bring us to every... Tehát, hogy ugye valami olyasmit ír, hogy válasszak valakiket, hogy viszek magammal a lakókocsiba. Ki is van választva. Ugye már fullra teli van pakolva a lakókocsi. Szóljatok rám, hogy a autó, a kocsikkal most ne nagyon csapdassam el a zombikat. Csak is a horda. Jelölésűeket, tehát akik már hordában vannak, mert annak legalább értelme is van. Mert... így, hogy nem tudom javítani a kocsikat még, így eléggé gáz. Oké, viszont eszembe jutott, hogy megkérem a rádiós hölgyet, Lilit, ugye, hogy keressen nekem materiálokat, tehát építőanyagot, mert
Amit szerintem most nagyon fontos lesz akkor megcsinálni, hogy a kocsikat ugye tudjam javítsák a kocsikat, és a workshopot ugye akkor ábvédelni kell. Itt liheg valaki? Nézd! Jaj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 
Hogy állok ezzel a csókával? Fighting. Jó. Talán le tudom verni. Na gyere! Játsszuk le! Hát így nem mondjuk, hogy ő ugrik rám előbb. Gyerünk már, kelj föl! Gyorsan beveszek egy... Na, most sikerült elkapni. Üssed! Azt nem tudom, hogy... Ah, nem. Ez az. Gyorsan. Ah, le van verve? Na most. Oké. Hát ő ilyen kis szívós zombi, szerintem ő a legdurvább zombi. Mert oké, hogy bele lehet ereszteni egy csomó lőszert, tehát hogy le tudjátok lőni, de én óva intenék mindenkit, hogy ennyire pazaroljátok a lőszert. Mert ahogy áll a játék, most már így a vége felé, én azt mondanám nektek, hogy a lőszerből lehet majd szépen kifogyni legelőször. És ugye, ha nincs lőszer... Na jó, ezt az egyet véletlenül. Ha nincs lőszer, akkor azok ellen, a bizonyos zombik ellen nagyon... Azokat nagyon nehezen fogjátok legyőzni őket. Legalábbis... Igen, tehát a lőszerre nagyon spórolni kell. De hál' Istennek le lehet verni ezt a... ugrabugrát is. Az mi az? Ó, az egy horda. Hordát nem hagyunk soha. Azt mindig, ha tudjátok, akkor csapjátok el őket, üssétek el őket, mert... azok tényleg veszélyesek, tehát bárkit szétvernek, még téged is. Most gondoljatok bele, hogyha a kocsival megint történik egy olyan bug, hogy fölborul, és a horda valahogy észreveszi, vagy éppen esetleg pont olyan helyen járőrözik a horda, mert nekem volt olyan, hogy ezt gyorsan megmutatom, ugye emlékeztek itt erre a részre, és nem tudtam innen visszajönni, mert két horda itt járőrözött, és nem volt már nálam semmi, és meg kellett várnom, míg olyan pozícióba, melyik háznál volt ennél, ugye? Olyan pozícióba voltam, kerültek a horda, az a két horda, hogy el tudtam közöttük slisszolni. Mert a horda az nagyon veszélyes. Nos, ezt is viszem. Át is van nézve. Ugye mindig egy ilyen X-el jelöli, hogy akkor azt átnéztem ezt a házat. És akkor már mehetek is ki. Jó. Illetve csináltam egy ilyet, hogy ugye vegye úgy, hogy tényleg átnéztem a házat. Majd de örülök nektek, na gyertek! Persze, hagyjál már! A franc egyen meg, te büdös! Nos. Viszont megyek most tovább. Nem, bocsánat, itt van. Egy másik ház. Tehát igazából nem volt értelme átjönni. Parkolóhelyből kaptam plusz egyet. Az meg olyan, hogy az semmi. Tehát, hogy... azzal a négy parkolóhelyel bőven el lettem volna. Na nézzük, mi van itt. Elhagyatott terület. Minden esetre most már ezt tudom. És... megint kaját találtam. Ami nem rossz. Remélem, hogyha majd azt a kertet, mert kertet megint tudtam oda építeni, hogy azt... Nem kell. Hogyha azt fel tudom upgrade-elni, és akkor...
Mi van? Hogy valami olyasmi, ugye, hogy honnan jönnek a halottak a pokolba, vagy valami ilyesmi, hogy a pokol megtelt, ugye? Valami ilyesmi. Ez is gondolom egy ilyen filmből esetleg így idézett, mert az rémlik nekem, hogy volt ilyen film talán a Holtak hajnalának az egyik ilyen feldolgozásából. Volt egy ilyen jelenet, illetve lehet, hogy sokba volt ilyen szöveg, hogy ugye egy úgynevezett ilyen kis vallási magyarázatként, hogy ugye az emberiség a bűnei miatt a pokol már megtelt, és akkor ugye a halottak itt maradnak a földön. Na, mindegy. Lehet, hogy majd csinálok egy olyan videót, hogy kedvenc zombi filmjeim. És itt most kimondottan zombi filmekről lesz szó. Habár nem tudom, mert ez úgymond tényleg elég tág fogalom. Mire gondolok például, pont beszéltem most, ugye, a Holtak hajnalának a 2000, nem tudom, hanyas feldolgozásáról, ami ugye a John Romero 70 akárhányos Holtak hajnalának a feldolgozása volt. És... így. Pillanat, nem, most már megpróbálok átváltani másik emberre. Például, ő elég tökös, akkor őre. Jól van. Na és amit akartam mondani, hogy ez a új Holtak hajnala, igaz, hogy zombik voltak benne, tehát, hogy csak az agyuk elpusztításával ugye haltak meg, vagy hát lehetett őket végleg elpusztítani. Meg ez nem tetszik. Ezek a szúró, ilyen vágó szúró fegyverek, ezek nem tetszenek, mert elég sokáig kell őket kaszaboltatni, hogy meghajjon a zombi. A legjobban az ütő fegyvereket, vagy zúzó fegyvereket szeretem. Be is át is rakok neki valami, ó, azt nézzétek? Bizony, az jó. És, tehát hogy nem klasszikus, ez milyen puska, nem? Mindenki elcaptarázta a jó kis sorozatlövőket? Akkor jó lesz ez. Oké. Ezt pedig visszarakom. Jó? Mit is akartam? Ja igen, tehát hogy igaz, hogy klasszikus zombik voltak. Tehát, ha fejbe lőtted őket, és ugye megsemmisíted az agyuk, vagy szétverted a fejét, akkor haltak meg végleg. Tehát, hogy akkor tényleg, ugye. Viszont gyorsan mozogtak. És ezért nehéz meghatározni most már, hogy mik a klasszikus zombik. Lehet, hogy majd egyszer ennek utána nézek. Mert az én értelmezésem szerint a klasszikus zombik azok a... Nem tudom, hogy ez milyen gyógyszer. Nem. Ez hiba volt. Akkor nézzük meg. Aspirin. Aspirinből szerintem meg nincs. Akkor ezt visszarakom. 1, 2, 3, illetve Firebomb. Csak ennyink van. Ne szórakozzatok már velem. Most ennyit elhasználtak? Ja nem, ott van. Jól van. Fú, de megijedtem, srácok. Hát ugye teli vagyok, hál' Istennek, ilyen molotov koktélokból. És az jó dolog. Mert jó dolognak. Tehát, hogy a klasszikus zombik azok mibe is tartoznak bele. És nem tudom, hogy már a klasszikus zombik azok én szerintem mindenféleképpen ugye a lassan csoszogó, és ugye csak úgy lehet őket végleg elpusztítani, hogyha ugye az agyukat szétveritek, vagy tehát hogy azt is megsemmisítek. Ez számomra a klasszikus zombi. A régi klasszikus zombi. Aztán persze ugye ezeket már ki lehet bővíteni, és én nem is szoktam nagyon érte kajabálni, hogyha valaki azt mondja, hogy ez is zombi film, meg az is zombi film. De például a csatornámon másik játék, ugye a Last of Us, azt szerintem nem zombi.
játék. Azok fertőzöttek, és kész. És én legalábbis így szeretem akkor ezt így meghatározni. Jól van. De sokan vagytok, a franc egyen meg titeket. Ne csapdossál! Ez az, te üvölcsél. Igen, ő is már ugye egy erősebb karakter. Tehát most ennyi, erről fog szólni megint a játék. És én szerintem legközelebb akkor majd megint akkor fogok bejelentkezni, hogyha... hol volt az élelem? Itt. Hogyha... megint valami fontoshoz érkeztem, tehát valami fontos esemény fog történni. Mert most az, hogy most megint járom itt a területet, és upgrade-elem a bázist tulajdonképpen újra, annak szerintem semmi értelme. Pláne az, hogy ezek úgy elég unalmas részek. Jaj! Aha, itt vagy teredék. Na. Azt viszont megnyugtató, hogy itt sincs olyan nagyon sok zombi. Azt nézzétek, a rohadékok. Gyere te! Nem kell neked sisak. Ne az ablakon, légy szíves! Jó van, most hívhatok üveges. Büdös. Na jó van, gyere te is! Ha már ennyire... nem bírtok magatokkal. Oké. Hallok még... voltam borgolódni. Tehát, hogy majd akkor jelentkezem szerintem, és most szépen akkor elkezdem fölfejleszteni a bázist, járom a területet, majd valamikor fölnézek éjszakra is, és megnézem, hogy vannak-e bárhogy is fertőzött ilyen házak, mert azokat ugye szintén mondtam, hogy el kell pusztítani, mert úgy csak terjedni fog a fertőzés, és ott már lehet veszteni embereket sajnos. Mennyi kaja van, te atya úristen? Mindegy. Van nálam, van már nálam hátizsák. Kajából nem lesz hiányunk egy darabig, megint csak ahogy nézem, illetve remélem, hogy majd föl tudom húzni azt a kertet, és akkor megint valamilyen szinten önellátóak leszünk, mert ugye azt hol is lehet megnézni? Valahol így itt, hogy miből mennyink van, ugye, és mennyi a, hát úgymond fogyasztásunk belőle. Lőszerből nulla naponta, azt írja, az nem rossz viszont. Gyógyszerből se olyan vészes. Most tulajdonképpen... Jó. Igen, gyógyszert az semmiféleképpen nem érdemes majd vinni a központi raktárba, mert az a sárga ugye az már azt jelenti, hogy már nem tudjuk már hova elrakni majd. Jaj, de jó! Könyves, kis könyves polc. De jó. Na. És... akkor... szerintem most visszamegyek, lerakom a málhát. Itt, ha minden igaz, itt több, mert tehát már mindent átnéztem, illetve majd még lesz itt kaja, amit majd lehet vinni. Hoppá! Ez az! Ezt már szeressem. Igen, tehát ő már egy jobb karakter. Erős. Ahogy látjátok, fightingból 4-6 csillagja van. Igen, az látszik, hogy a lövészi képességeik azok nem olyan erősek, mert tényleg amennyi lőszert tudok, annyit spórolok. Mert előbb-utóbb az fog hiányozni, abban biztos vagyok.
és hogyha kifogyok lőszerből, és nem tudok abból újat szerválni, és ne felejtsétek el, hogy nem csak az számít, hogy mi van a központi raktárban, hanem az is, hogy... Hoppá! Hogy mi van a... A rendes ládába. Tehát a... Fú, nem tudom, minek nevezzem most hirtelen. Hát az akkor legyen mondjuk a központi láda. Most hirtelen jobbat nem tudok. Ajajajajajaj. És nem tudom, hogy mi lehet az oka, de ugye ráállítottam a rádiós csajt, hogy szerezem nekem építkezési anyagot. És hát eddig nem nagyon jelentkezett be. Remélem, hogy azért még ezt a bázist fel tudom majd, tehát hogy ki tudom maxolni. Mert ha nem, akkor tényleg felesleges volt ide átjönni. Szuper. No. Csak ez volt nálam plusz. Illetve, jó. Na, viszont. 63 az élelmiszer, 115 a ilyen gyógyszer, 21 a lőszer. Az is igaz persze, hogy még a mesterlövész torony az úgy, ahogy szerintem rohadtul nem üzemel, még az se. Mindjárt megnézem, hogy mit lehetne upgrade-elni. Egyelőre semmit nem akarok. Hoppá, na nézzük. Valami kell neki. Hát azt majd remélem, hogy facilit. Azt nem is tudom, hogy hol tudom upgrade-elni. Például amiből nagyon rosszul állok, az például az ágy. Te egyszerűen nulla ágyon van. Ó, Istenem. Tehát nem érte meg ide átjönni. Azt kell mondjam, srácok. Még egyszer mondom, aki már talált vagy ezt a helyet, vagy a másikat, ne hagyja ott, inkább menjen ugye többet kocsival, de ne hagyja ott már azt a bázist, amit így kimaxolt. Aztán persze, hogyha van valamihol máshol a térképen, mert tehát azt azért tudni kell, hogy mindenhol még nem voltam, de én szerintem ez a két legnagyobb bázis hely. Mert itt nem volt. Illetve bocsánat, ha jól emlékszem, csak az a baj, hogy ide most hiába megyek. Igen. Tehát esetleg még ezt a helyet jegyezzétek meg, mert én úgy tudom, hogy habár itt most nem mutatja, de amikor ott voltam egy karakterrel, akkor nekem ott mintha kiírta volna valamelyik pozícióba, valamelyik háznál, hogy létre tudok hozni egy bázist, és azt még nem néztem meg. Az lehet, hogy... Nem most, mert ebbe a videóban nem akarom majd most már ezt elkövetni, mert már fél óránál járunk, de vagy veszem föl majd azt a részt, vagy pedig majd elmondom a tapasztalataimat. Mert akkor lehet, hogy körülbelül 3 ilyen hely lesz a... ezen a területen, ahol ilyen nagy bázis tudtok létrehozni. És akkor el lehet azt dönteni, hogy mi az, ami fontos, mert ugye azt mondtam nektek, hogy tehát én ezt nem tudom, hogy most mi a francot csináljak, tehát hogy ilyen nem akarom én, hogy itt jól kajáljanak az embereim, szerintem nem az a fontos. És a másik bázison meg alapból kaptam workshopot. És azt szerintem sokkal fontosabb volt. És hogyha az egy harmadik hely, az egy harmadik lehetséges hely, amiről most beszéltem, akkor azt még esetleg érdemes megnézni, hogy ott milyen plusz kapsz a bázissal együtt. Ugyanis ott is lehet, hogy... Hát nem tudom. Jó, bocsánat. Mert... Mert ugye itt mutat egy ilyen épületet, hogy tankolóállomás,
De... És lehet, hogy akkor például... Nem tudom, hogy az milyen épület lehet. Na mindegy, majd megnézem. Nem akarok most már többet tökölni itt. Köszönöm szépen a figyelmet. Jók legyetek, vigyázzatok magatokra. Sziasztok. Jézus.